a Dunaui Városi Egyetem egyik partnerszervezetének képviselőjétől veszi át a tájékoztatókat ez a lány. Az intézmény családi nyílt napján lehetőségük volt az érdeklődőknek megismerkedni az egyetem mellett a duális képzések lehetőségeivel is. Kíváncsi voltam, hogy milyen a suli, és úgy teljes képet szerettem volna kapni erről. Igazából minden ilyen standot szeretnék megnézni, mert ki tudja, hogy mi lesz velem. Igazából kommunikáció és média érdekel engem. Az érdeklődők között volt olyan is, aki már korábban az egyetem mellett döntött, annak gazdasági informatikus szakát választva. Máshonnan is jó véleményt hallottam, és itt is vélemények alapján ez egy jó iskola, jó felszereltségű, szóval tényleg megalapozott már a döntésem. A családi nyílt napra az intézmény tanszékei is kitelepültek. Bemutatnánk mini PC-ket, Arduino alapú gázszenzor, illetve robotokkal. Szeretettel köszöntöm a továbbtanuló fiatalokat. Az intézmény általános és oktatási rektor helyettese köszöntötte a nyílt napra látogatókat, akik egy előadáson megismerkedhettek az egyetemi élettel és az ezzel járó egyéb lehetőségekkel. Rajcsányi Molnár Mónika elmondta, az intézmény beiskolázási kampánya folyamatos volt, amellyel a céljuk minél többször személyesen is találkozni a leendő hallgatókkal. Nyilván sok információt, de inkább én azt mondom, alapadatot lehet megtalálni a felsőoktatási intézményekről a felvételi tájékoztatóban. Aki kicsit jobban utána néz az egyetemeknek, akkor a hírekből kiolvashat még plusz információkat, de amikor mi magunk mondjuk el azt, hogy nálunk mire lehet számítani, milyen hallgató-támogató rendszereket működtetünk, milyen sportolási lehetőségek vannak, milyen extra tanulmányokon kívüli feladatokba kapcsoljuk be a hallgatóinkat, illetve egyáltalán hogy néz ki az egyetemnek az infrastruktúrája, akkor látszódik az, hogy ezek az információk más forrásból nem tudnak eljutni se a fiatalokhoz, se a szüleikhez, és ilyenkor érezzük mi is azt a lelkesedést, hogy igen, ez az az intézmény, ahova tovább szeretnék jönni, és mi ennek nagyon örülünk. A 2016-os év általános felvételi eljárásának következő állomását február 15-e jelenti. Ez az a jelentkezési határidő ugyanis, ameddig a leendő egyetemi hallgatóknak el kell dönteniük, melyik felsőoktatási intézmény, melyik szakán kívánják folytatni tanulmányaikat.